Sziasztok, én Botond vagyok, és nem fogjátok elhinni. Megint jött egy unboxing, azaz megint lesz egy unboxing az SE-kem SE4000-ből, ami wifi is. Ezt a kis csodát az Exim Digitálba vettem 33.000 forintért, viszonylag olcsón, és mit is kell róla tudni a vásárlásról. Igazából most jelenleg Pesten, nem tudom, hogy mennyire jelenleg, egyetlen egy helyen van a főraktárban, ami kint van a... Nagyon-nagyon kín van, tehát Újpest után még egy busz, és Európa Centeren van, de hát ez nem is a lényeges. Na, de hát nézzük is, hogy mit tud ez a kisike. Főbb tulajdonságai. 1080p-ben 30 fps-sel vesz. 720p-ben 60 fps-sel vesz. 12 megapixeles. Az aksi 900 mAh-es, azaz 80 percig bírja Full HD videóval. Vízálló, ütésálló, anyámálló, kutyaálló, 44 grammos. Ez már a tizedik ujjam. Másfél szoros. 4x digitális zoomja van. Wi-Fi-s. Használhatod. Drónon, autóba, biciklin, otthon, vízisportokra és szabadidősportokra. És amire még ahogy, akár egy vlogolásra is. Kettő kamerával fogjuk venni a következő kis teszt videót, amiben bemutatjuk a dolgot. És ironikus módon a másikat egy sima SE-kemmel. Mondjuk is ki. Nos, amit először meglátunk a dobozon, az, hogy igazából elég szarul csomagolták. Nem tudom, mennyire látszik. És itt is elég szarul csomagolták, mert nem is ezt csomagolták, szállították. Ugye amikor itt kibontjuk a dolgot, ami először szemelünk minket, az igen, hogy egy műanyag biusz van benne, és amikor ezt felhúzzuk, akkor kijön az egész mindenség, ami benne van, és minden igazából semmi nem marad benne, ezt ide is dobom egy kicsit, foglalkozunk a tartalommal. Először kiveszem az SE-kamerát így prón, és ezt külön rakom. Először foglalkozunk ebből aztán a kiegészítőkkel. Maga a kamera ugye wifi-s, és amit elmondtunk róla előbb, ezt már nem fogom még egyszer elmondani. Külsőleg ugye fekete, vannak itt a nyomogomok is vízzel a tok, és a tokot azt itt megnyomjuk ezt a kis, vagy elhúzzuk ezt a kis billentyűt, és hátrahúzzuk magát ezt a kallantyút. Levesszük, és ki tudjuk venni belőle rögtön is a kamerát. A tokot egy kicsit félre is tesszük, még ami érdekes lehet rajta, hogy van rajta egy ilyen patentos rész, de ez igazából alap, amit a kamerán látunk. Az objektíven van egy fólia, ugye? És itt van mellette a Wi-Fi SE4000 logó, ami a simával ellentétben, ugye itt SE4000 Wi-Fi van, és a simán csak egy HD 1080p. Itt alul van ugye egy SE-kem logó, és a módgombon a power és egyéb gombok. Amiben ugye meg tudjuk különböztetni, hogy ez nem hamisítvány, ez az SE4000 logó, a Wi-Fi logó, aztán a hanggombon van egy Wi-Fi jel, amikor bekapcsoljuk egy SE4000 logó és egy SE-kem logó, amit most egy bejátszásban megnézhettek. Aztán az aksit, azt itt lent találjuk benne, amit szépen kinyitunk, ha sikerül, de ebben még nem vagyok túl profi. Nos, miután kiszedtük, kiszedjük ezt a kis részt, amire nagyon-nagyon vigyázunk, ha legyen belőle, és itt az aksi, ami ránézés egy elég agyi aksi, hogy így megjegyezzem. Ez igazából egy 900 mAh-es kis 3,7 voltos Lion battery, az az aksi, és ilyen 1-2000 forintra lehet venni mindenhol, még az eBay-en, meg még olcsóbban. És mondjuk ez bírja vele egy ilyen 80 percet videózás közben körülbelül. Tehát ugye ez a papíron írt, tehát ilyen 1 órára számítsunk egy aksival kb. Érdemes 3 aksit mondjuk körülbelül tartani, és ahhoz venni két töltőt. Nos, rakjuk is ezt félre, meg a vízálló tokot. És térjünk a kiegészítőkre, amit igazából lényegesebb dolgok valamivel nekem, mert a kérdekesek. Először amit látunk, és kibontunk, az egy töltő adapter lesz, amit ugye adnak hozzá, hogy tud tölteni. Ez ugye nem olyan érdekes, végül is nem olyan érdekveszítő. Aztán érjünk már rögtön egy ilyen csavarhoz, ami egy mountos biciklis dolog. Kitom nem, érted, nem lehet kivenni a szatyorból, de ezt hogy rakja ebben a gyárba? Bum. Előszakadt, nem. Szóval ezek egyébként egész jó minőségűek. Szóval ezzel egy mount van, és ezt rá tud rakni igazából biciklire, meg mindenféle, amire akarod. Szerintem sisak, hát mondjuk ez nem sisakos, de hogy ez biciklis. Akkor így rá tud rakni ugye a kamerát magát, hogyha ezt leszeled róla. És a videótokot. Ahogy tovább megyünk, rögtön találunk egy hangos, tehát egy hang, hogy hangot is tudjál venni, csak ütésálló legyenes tokot. Nem is az átlapot, ami van egy ilyen rezgéscsillapító, és itt vannak rajta lyukak,
hogy a hangot jobban vegye. Ezt most igazából ki is bontom, hogy nézzük meg. Szóval, itt van ez a kis hátlap, és ezen is van egy fólia. Hát ez tök jó. Szóval itt is van, ezen is van egy fólia, és ezt ugye így rá lehet rakni, mint hátlap. Ide, és akkor ugye ez csak ütésálló lesz, és nem vízálló. Nos, ahogy tovább megyünk, találunk hozzá egy ilyen patentot, amit ugye a matricás, vagy amit ezt a tapadókorongos dolgokhoz lehet rárakni, amit mindjárt majd meg elő is veszünk, és odaérünk, és ezt lehet így rácsiptetni, tehát így lábpatentolni, meg nem csak ugye a matricásokat, hanem egyéb dolgokat is, például ezt is lehet használni amolyan gyors talpalóként, hogy így éljek a dolgokkal, és egyéb más dolgokat is rá lehet csatolni. Aztán, hogy tovább érünk, megtaláljuk a két kis tappancsot, amire igazából én vártam, mert ezek érdekek legjobbak, ezek ilyen 3M, azaz 3M, több mindegy, és tapadó korongok, amik ugye ilyen egyszer használatos matricák. Ezek ugye az a baj, hogy rárakod a sisakodra, laptopodra, bármire, autóra, és ugye azért leszeled, akkor marad nyoma. Tehát ez egyetlen hátránya a dolognak, egyébként tök királyok. Nos, ezen a kettőn az a különbség a kettő között, hogy az egyiken van egy kamerákat is használható bemenet, és ezen double, tehát ezen ilyen, elvileg ilyen dupla ragasztó réteg van, vagy nem is tudom. A másik az meg csak sima réteges, és egy gagyibb minőség végül is, ahogy látom, talán ez nem biztos, hogy 3M, bár valószínű az. Szóval ez sisakra van igazából, mert ez egy kicsit meg van görbítve. Ez meg ugye a normális használathoz. Ahogy tovább megyünk, találunk egy ilyen csiptetőt, ami ugye ehhez a másik tókhoz van, amit hamarosan kiveszünk, és ezt bárhol rá lehet csiptetni, azt nyomod vele a videót, igazából rárakod a kezedre, megnyaltam, szóval rárakod a nyelvedre mindenre, és akkor ide rárakod magát ezt a műanyag tókot ide, és akkor tudsz vele venni. Ahogy tovább megyünk, találjuk ugye ezt a másik tókot, amiről imént beszéltem, ezt is kibontjuk. Ez egy ilyen műanyag tok lesz, amiben magát a kamerát itt bele tudjuk patentolni. És az a lényeg, hogy ugye ez a hátlap, erre figyeljünk. Rendkívül ilyen, és így frankon bele tudjuk rakni, és akkor ezt így rá lehet csavarozni a állványra mindenfélére. Ugye, amiről előbb beszéltem, az ez volt, és ez arra jó, mint rájöttünk később, hogy ide betölt patentolni. Na, hát most már első használatnál csak nem töröm el. Szóval ide be tudom patentolni, így, ami elég masszív igazából, és ezt rá tudok rakni például az ujjamra. De fáj! Hú, ez nagyon fáj. Na, és akkor ezt így el lehet használni tulajdonképpen. Ahogy szintén tovább megyünk, találunk a csomagban még kettő kis kiegészítőt, amit ahogy kiveszek, kiderül, hogy mi. Nos, az egyik, az egy... Ebbe be tudsz csavarni egy ilyen menetet, és rá tudsz rakni, ez egy mónk tulajdonképpen, és itt van egy ilyen állvány menet, egy tripod menet, és akkor ezt rárakod a tripodra, és belerakod a mónkot. Tulajdonképpen ez egy mónk fej, hogy így mondjam. A másik szintén egy mónk fej, amit ide tudsz belerakni, és rá tudod rakni egy további kiegészítőre, és ugye itt van rajta egy kis fecek, hogyha kicsit nem tud annyira pontosan rácsavarni, akkor ezt visszacsavad rá, és akkor tök jól ráfeszül. Ahogy tovább megyünk, szintén találunk a csomagban egy kiegészítőt, ami meg is lepődök a kiegészítő, hallod, meglepődök frankon. Ez egy összekötő mód, tehát ilyen összekötő elem, ami kettő kiegészítőt össze tud kötni. Hú, de jól elmondtam. Nem igazából ide lehet rárakni a vízállókokat, így rá tud rakni, és ide meg rá tud szakni egy másik elemet. Aztán kapunk ebből egy majdnem ilyent, csak hogy ennek így van ez a két, mert szóval ez ilyen egy oldalt változtató, hogy így mondjam, ilyen hülyén, és akkor így tudod összekötni, és mondjuk nem így. Értitek? Gondolom, nem vagytok ti hülyék. Elértünk a kábelhez, ami összeköti az USB-t és a gépet, és ebben ugye lehet streamelni, és király, ebben tudunk live-ot is csinálni. Ebben fogunk is szilveszterkor, kicsit is titkot megsuttam, de annyi megtorsulni, december. Végig lesz egy live. Nos, menjünk is tovább, és találunk itt ilyen tépőzárakat, amit mindenre lehet használni, gondolom én, de azért megnézzük, hogy mire jó, mert én sem tudom pontosan. Van benne kettő ilyen sima, ilyen kábelkötegelő tépőzár, meg van benne kettő ilyen pánt, ami igazából nem tudjuk, hogy mire jó annyira. Hát annyira nem tudjuk, hogy mire jó, gyakorlatilag fejpánt, mindenféle csinálsz belőle. A Dani csatornáján van is ilyen fejpántos videó, a
linkelt videó a leírásban, abból találhatok az SC kameráról dolgozás közben egy kis videót, ami a sima SC kamera és nem a wifi is. Aztán, ahogy tovább megyünk, találunk még egy kiegészítő elemet, hihetetlen, hihetetlen. És ez szinte majdnem olyan, mint a ezek, csak meg ez, meg ilyen. Tehát ezen még van egy ilyen kis rész, hogy hosszabbítsa magát. Tehát hosszabb legyen ez a rész, nyilván itt van egy ilyen rész meg hozzá. Azt nagyon jól elmondtam, inkább megmutatom nektek, hogy jobban lássátok. Most elérkeztünk a lapos dolgokhoz, amiket én sírom kezdem, ami most már de. Hallod? Adtak hozzá egy gyorsfötözőt, az egy jó felek végül is, adtak hozzá egy gyorsfötözőt. Szóval tulajdonképpen itt hozzá lehet ezekben a lyukakon, és akkor így átfőzőben mindenféle. Ezt nagyon jól elmondtam megint. Kicsit más témán is fáradtatok. Nos, van benne még egy ilyen kis törlőkendő, amit a végül is jó felek, hogy adtak hozzá. Ezt nem tudok itt nagyon elmondani. És van benne egy ilyen papapapapapapam, senki nem tudja, hogy mire jó. Aki tudja, az írja meg. Szerintem ez ilyen sisakos dolog lesz. Na, és van még ugye két lakadókorong, amit ugye rá lehet rakni ezekre, meg úgy igazából bármire, hogy tudod használni valamire, ez tök jó. És adtak hozzá egy ilyen kábelt. Gyerekek, ha ezt tudjátok, hogy mire jó, akkor írjátok meg kommentben vagy Facebookon nekem. Vagy bárhol, ahol elértek. Ezt rohadtul nem tudom, hogy mire jó. Na, de mindegy, menjünk tovább. Ó, két esélyk a logó. Most matrica, ez tök jól néz ki. Ebből már van egy, mivel D-vlog úr felajánlásából már kaptam egyet. Nos, nézzük meg, hogy mit jelent a kis kiskönyv, amit még adtak hozzá. Első oldalakon ilyen leírások, stb. Másodikon a kameráról, hogy hogy lehet, hogy mi hol van rajta. Harmadikon is, negyediken is és ötödiken is, vizálatokkal együttvéve. És még igazából itt vannak, hogy milyen kiegészítőket adtak hozzá. Miket lehet belőle csinálni, itt vannak leírva igazából. Rá lehet rakni sisakra, még egyszer sisakra, így is össze lehet rakni mindenféle. Itt igazából vannak ilyen megoldások, hogy mit mire használni. Ide van írva egyébként ez a kis Virerop. Na minden, ennek után nézünk interneten. És itt vannak még ilyen megoldások. Szivajgyújtó. Elvileg adtak hozzá szivajgyújtó. Bocsánat, akkor ez egy megvásárolható termék hozzá. És még itt vannak ilyen opcionál, tehát meg lehet megvásárolható kiegészítők. Aztán még itt egy pár oldalon a leírása, gondolom ez több nyelven itt van. És igazából ennyi is. Na hát ennyi is lettem volna mára. Ma az SC-kem SC4000 wifi-t teszteltük és néztük meg. Én Botond voltam, ez egy asztal. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, ha nem, akkor is. Sziasztok!